Megverték, aztán felakasztotta magát a jászberényi fiatal, anyja szerint halálba kergették. Kaptunk egy telefont, hogy a Ferikét megverték. Ott Nesszűrbe, ugye, de nem, mi nem tudtuk azt, hogy ennyire súlyosan megverték a Ferikét, hogy ugye belekergették a halálba. És mi? És én bementem utána, feljelentést tettem. Kerestük a Ferikét, nem találtuk sehol. És tegnap megtaláltuk, ennyi volt. A rendőrség szerint magát akasztotta fel az a 27 éves férfi, akit találtak a rendőrök Jászberény külterületén. A fiatal azután tűnt el, hogy kedden brutálisan megverték, családja szerint halálba kergették a férfit. Hát kitalálták rá, hogy a lányt azt fenyegette, vagy épp megkergette, azt nem tudjuk biztosan. De ugye Ferike az ő nem volt ilyen, ő nem bántott senkit, az jó gyerek volt, az mindig dolgozott, segítőkész volt. Ezt a gyereket mindenki ismeri. És ugye azt mondták rá, hogy őt a lányt, valami lányt ott a Nesszűrbe megtámadott. És ebből kifolyólag lett a nagyverés. A nő úgy vélekedik, hogy nem is a fiú ölte meg magát, hanem támadói felelősek a bűncselekményért. Nem volt benne szerintem annyi lélekerő, hogy ő felmászon a fára és felkösse magát. Nem. Mert ütötték, azt a videót csak meg kell nézni. És benne volt, bennük volt azok az emberekben a haláli ösztön, hogy őt nem verésre mentek, hanem halálra mentek. Szó szerint halálra. Felidézte, hogy egy olyan kutyának a láncával a nyakán lógott egy fáról, ami azokhoz tartozott, akik előtte bántalmazták. Halálba kergették a fiamat, véleményem szerint önakasztásnak álcázták a megölését. A rendőrség egyelőre viszont kizárta az idegenkezőséget.